sláger, amivel szeretnénk megköszönni a meghívást Orvesz Gyöngyinek. Örülünk annak, hogy nem csak az interneten tudunk beszélgetni, találkozni. Itt élőben, személyesen megtisztelő volt számunkra, és így, hogy elnézegetlek a szépséges fiaddal, Csongorral, kívánom neked azt, hogy még nagyon sok ilyen szervezésed legyen, ahol eljönnek a barátok, eljön a család, és mindenki, aki tiszteli azt, amit csinálsz. Köszönjük, hogy mi is részese lehettünk ennek a műsor sorozatnak, amit Gyöngyiék szerveznek. Köszönjük szépen azt, hogy eljöttek ma ide, a mi műsorunkra, megtisztelő számunkra, és bízom benne, hogy még lesz lehetőség valamikor így élőben találkozni. Mi nem fogunk elsietni, az igaz, hogy a műsort befejezzük, de még itt leszünk. Mi itt is alszunk. Tehát tudunk sokat beszélgetni, hogyha önök is így szeretnék. Természetesen feltesszük, amit fel kell tenni az arcunkra, de akkor is a szemek mosolyogni fognak egymásra. Ennek reményében köszönünk önöktől, és nagyon szép estét kívánunk önöknek, nagyon jó egészséget, nagyon sok boldogságot, kedves családjaikkal és mindenkivel, akik szeretnek, tisztelnek. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kedves nézőknek is, akik online velünk voltak, köszönjük szépen, további szép estét! Szeretnék. Az estet nem egyedül szerveztem kollégámmal, Lőrinczi Attilával, akivel 26 éve dolgozunk már együtt. Tehát együtt szerveztük, és persze a Bányavidéki Újszó is besegített, ahogy tudott, amint tudom. És nagyon szépen köszönjük a Kompakt Kft-nek a segítséget, Apjok Norbert parlamenti képviselőknek a segítségét, és van három név nélküli szponzorunk, akik nem szerették, hogy elárulunk a nevüket, nekik is nagyon szépen köszönjük. Ketten itt vannak a teremben. Nem nagyon van. Szépen köszönjük nekik. Ők nem szerették volna, hogy a nevüket nem vannak. Végezetül, hát mi köszönjük nagyon szépen nektek ezt a gyönyörű estét. Köszönet a szép estéért. És most van nekünk, tehát mi is készültünk nektek egy meglepetéssel. Ezt majd Attila fogja bekonferálni. Hát arra gondoltunk, hogy ti már kiénekeltétek magatokat. Arra gondoltunk, hogy egy éneketnek mondjuk, az elének nektek mi. Na most csak hogy óvatosan mondom, nem véletlenül vagy a kisebbségiek is mi is. Egyéb is összeköti a Felvidéket Medvánnyával, és ezzel kapcsolatos az a énekadók össze, amit el akarok adni nektek közösen, hogy a Sermeszbányos Nagybánya kapcsán, na most ha tudjátok a szövegét, gyorsan adod magukon, és énekelitek, ha nem, akkor énekeljük mi együtt. Tudjátok az újatokat, hogyha tudjátok, mivel beindul. Tehát nem kell énekeljetek, de ha véletlenül tudjátok, akkor oda van. Ez a mi ajándékunk és a meglepetés. De nekünk egy meglepetés, ezen sokat vitatkoztunk, mit vívottunk, hogy megmondjuk-e nektek előre, vagy te csak meglepetés. Aki tudja, énekeljen. A legtöbben tudják, úgyhogy kérjük, hogy énekeljék. A Sermeszbánya és Nagybánya kapocs.
kísér már, így köszön millió ember. Kős bányász fel, szerencse fel, szerencse fel. Köszönjük szépen! Az életben minden egyszer történik meg. Ez most, hogy nekünk énekeltek, először történt meg életünkben. Nagyon szép volt, megható volt, és ígérjük, hogyha Attila majd egyszer elküldi ezt a dalt, ezt a zenét, ezt a mindent, ezt mi is el fogjuk énekelni. Köszönjük szépen, aranyosak voltak, és köszönjük azt is, hogy így befogadtak bennünket ebben nagybányai magyar családban. Köszönjük szépen! Mi köszönjük nektek, hogy ma velünk voltatok, és ne feledjük el, Jene Istvánnak is köszönjük szépen, hisz nélküle nem lehet olyan. Minél hamarabb újra találkozunk. És lehet, reméljük, hogy akkor már nem lesz vírus helyzet. Én ígérem, hogy újra megszervezzünk ilyen előadásokat, de hogy mikor, azt nem tudom elmondani. De remélem, hogy minél hamarabb.